Turmezei Erzsébet a vándor hazaér. Utolsó este, utolsó vendégek, bibliás, csendes, hívő asszonyok. Látom, amint kezet szorít velük, szíves mosolyjal rájuk mosolyog. Karus székében ül, az asztalon nyílik az aranyszélű biblia, Hallgatja, hogy feltámadásról olvas belőle áhítattal papfia. Közben talán fehér paplakra gondol, ahol nyüzsgött az élet nyolc gyerek, a szőlő teli hűs tornászon édesanya szeli a kenyeret, puha kenyér, jó ízű gyermekemlék, azután ifjú lett és férfi lett igaz gyöngyöt lelt édes feleséget, és kenyeret szelt az övéinek. Búcsúzva körülnéz a kis szobában, a falról unokák és gyermekek mosolyognak apára, nagyapára, oda köszön feléjük, elmegyek. A madarak is szebb hazába szállnak, szól az utolsó ének, adduram uram, te hozzád érjek, ha a vándorútnak vége lesz idelen, a borúban. Hadd lássam fényes orszád, körülöttem legyenek ott, akiket szeretek. A bibliás asszonyok is búcsúznak, mennek haza. Lefekszik a beteg. Felesége ül még az ágya mellé, utolsó imádságot mondanak. Mi atyánk, fel az igaz hazába utat keresve szállnak a szavak és én már csak ott a ravatalon látom, békés mosolyjal néma ajakán, hisz a borúból hazaért a fénybe a fáradt vándor, az édesapám. Olyan költeményeket idéztem eddig, amelyek a magyar költészet első vagy másodvonalából származtak. De a magyar költészet rendkívül gazdag költészet. Mondjuk van húsz olyan költőnk Balassitól, Pilinszkiig, akik az első vonalat képezik, és a akik bármely nemzet költészet történetében az első vonalba tartozhatnának. Van aztán egy másodvonalunk is, a Tompa Mihálytól Nemes Nagy Ágnesig terjedő, nagyon jelentékeny, óriási verseket, nagy eszékultúrát kifejlesztő vonulat ez, hiszen gondoljuk meg, hogy a mi nemzedékünknek Nemes Nagy Ágnes, Rónai György, Rába György, szinte olyan tanulmányokat írt a költészetet, úgy fedezte fel előttünk, hogy megszólalt előttünk a költészet minden hangszere és egész szimfonikus zenekara. De van még a magyar költészetnek harmad, sőt negyed vonala is. És ott is nagyon jelentékeny alkotók vannak, és nem fogadtam el valakinek a bírálatát, amikor Turmezei Erzsébetnek egyik versét beválogattam valami gyűjteménybe, és azt mondta, hogy hát ezért ez nem a, fejezi ki a magyar költészet legjavát, ez nem a magyar költészet első és másodorona, ez igaz. Falu Tamás sem a magyar költészet első és másodvonala, de falu Tamást mégiscsak számon tartjuk, mint a harmadvonalnak egy nagyon jelentékeny alkotóját, és én ide sorolom például Turmezei Erzsébetet is, és hadd ne mondjam tovább, mert hiszen nem is az a lényeg, hogy ki az első, másod, harmadvonal. Nagy mesterünk, német Béla az egyetemen azt tanította velünk, hogy nem annyira nagy költők vannak nagy költemények vannak. És igenis a másod meg a harmad vonalban is képesek voltak nagy költeményeket, jelentékeny műveket alkotni. Tehát ezért bizonyos értelemben igaz ez a tagolás, hogy első, másod, harmad vonal, de még inkább igaz legyen az, hogy kik hoztak létre olyan műveket, amelyek túlélik a nevüket, amelyek mint a középkori katedrálisok szobrai vagy faragványai, nem tudjuk, hogy ki alkotta őket, de azt mondjuk, hogy hát ez évszázadokat túlélt. Turmezei Erzsébet jelentékeny műfordító volt, főleg németből, ő evangélikus diakonissa volt, az életműve, a diakóniai életműve sem akármi, de mellette a, a, a versfordításokban megragadható életművesem sem akármi. Szeretném majd felidézni egyik gyönyörű fordítását, a Van örök kincsünk címűt, amely Rünebergnek egy álszpoétikája, de nem másról, mint a Bibliáról. Hogy van örök kincsünk, van egy olyan hatalmas uh, aranyfedezetünk, mint ami a Biblia. Ezt a verset is ő fordította magyarra, de számtalan ismert vagy ismeretlen költő művét tette át nyelvünkre. De vannak saját versei is. A saját verseit is kiadták különböző gyűjteményekben, mint hogy például a harmadvonalból még egy ilyen jelentékeny protestáns költőt, hadd említsek, Füle Lajos költeményeit is. És ez a verse számomra azért megragadó, mert az édesapjáról úgy szól, hogy az felejthetetlen. Ugye a magyar költészetben nagyon sok vers van. Van is egy gyűjteményem a világszem, amelyben külön fejezetet nyitottam az verseknek. De gyűjtöttem az anyagot, elgondoltam, hogy azért nem tisztességes csak az édesanyák dicséretét összegyűjteni, hatalmas művek vannak Petőfitől Kassák Lajosig, de próbáltam összegyűjteni az édesapákról szóló megnyilatkozásokat is, hát ezek már nincsenek olyan nagy számban, érdekes módon. Ápri Lajosról azért Jékeli Zoltán, a fia, gyönyörű versben emlékezik meg, vagy Rónai Györgyről a fia, Csodálatos módon emlékezett meg, nem versben, hanem visszemlékezéseiben, és lehetne még sorolni tovább, hogy, hogy az apám nekem mit jelentett. És Turmezei Erzsébet leírja az édesapja utolsó napját, vagy a legfőbb gesztusait megörökítő emlékeket hozza össze itt, főleg az utolsó napba, és egészen addig, ameddig eltávozik közülük. És ezek a finom szinte ilyen impressionisztikus felrakások, ilyen csodálatos pasztel színek, amelyek visszahozzák egy embernek az emlékét, hogy hogyan nyitotta ki a Bibliát, hogy hogyan imádkozott, hogy hogyan beszélt a gyermekeinek, és úgy késlelteti, késlelteti tulajdonképpen nem tudjuk, hogy kiről beszél, csak az utolsó sor fedi fel. Hát ő volt az én édesapám. És talán ezzel nagyon szép bemutatását adja annak, hogy a szolgáló élet, akár az édesanyák szolgáló élete, akár az édesapáki, az mindig egy elrejlő élet. Aki igazán szolgál, az a háttérbe vonul. Hogy Jézus is mondta a hegyi veszédben, ne kültöltess magad előtt. Ne tudja a jobb kezed, mit csinál a bal. Ne, ne legyen hivalkodó a segítségnyújtás, legyen visszafogott. Legyen szemérmes, legyen hangtalan. Hogy Pilinszki János nagyszerűen fejezte ki, hogy a szép az, ami néma, de látható. A jó az, ami néma, de nem látható ezért őrzöm ezt a verset és ezt a versemléket is, és ajánlom mindenkinek, Turmezei Erzsébetnek az édesapjáról írott költeményét. Turmezei Erzsébet a vándor hazaér. Utolsó este, utolsó vendégek. Bibliás, csendes, hívő asszonyok. Látom, amint kezet szorít velük, szíves mosolyjal rájuk mosolyog. Karusz székében ül, az asztalon nyílik az aranyszélű biblia, hallgatja, hogy feltámadásról olvas belőle áhítattal papfia. Közben talán fehér paplakra gondol, ahol nyüzsgött az élet nyolc gyerek, a szőlő, teli hűs, tornászon, édesanya szeli a kenyeret, puha kenyér, jó ízű gyermekemlék. Azután ifjú lett, és férfi lett. Igaz gyöngyöt lelt édes feleséget, és kenyeret szelt az övéinek. Búcsúzva körülnéz a kis szobában, a falról unokák és gyermekek mosolyognak apára, nagyapára, oda köszön feléjük, elmegyek. A madarak is szebb hazába szállnak, szól az utolsó ének, adduram, uram, te hozzád érjek, ha a vándorútnak vége lesz idelen a borúban. Hadd lássam fényes orszád, körülöttem legyenek ott, akiket szeretek. A bibliás asszonyok is búcsúznak, mennek haza. Lefekszik a beteg. Felesége ül még az ágya mellé, utolsó imádságot mondanak. Mi, atyánk! Fel az igaz hazába utat keresve szállnak a szavak s én már csak ott a ravatalon látom, békés mosolyjal néma ajakán, hisz a borúból hazaért a fénybe a fáradt vándor, az édesapám.